Üdvözlök mindenkit, tehát úgy néz ki, hogy visszaállt a korábbi OBS-em, úgyhogy visszaállt, megint ezzel rögzítek, de hát ez csak technikai kérdés, úgyhogy hát elvileg minden visszatért a régi kerékvágásba. Ja, el tudom képzelni, hogy ilyenkor így ilyen kis mókus kerékbe így tekerik a egerek, vagy mit tudom, hogy jaj, jöjjön már be a játék, és na végre bejött. Okay. Nagy tartunk fél öt vagy délután. Na, akkor én szerintem kezdjük már azzal, hogy leszedjük a kertet, mert az is akkor a háttérben legalább akkor tud dolgozni. Itt van nekünk egy, ez a két darab vacak, meg itt vannak ezek a vackok, akkor ezeket átvesszük, majd utána ruhát is neki kell állni. Három darab lett belőle, hát aztán abból az a helyzet, hogy kettőt én hoztam, szóval azért az úgy, van egy diszkrét bája, nem sok lett belőle. Hát eddig még ott tartunk, hogy nem nagyon tudtuk sok mindenre költeni a pénzünket, szóval nagyon nem vagyunk előrébb, mint ahogy szeretnénk, de hát a legjobb szolár cell, napelem cell az 5-ös volt, amit láttunk, de hát én nagyon szeretném, hogyha látnánk már 6-os, csak nem tudom mitől függ, hogy lesz 6-os vagy nem. Viszont az biztos, hogy lesz egy gyrokopter, azzal be fogjuk járni az összes trédert, és ha lesz, veszünk. Viszont abban még a másik dolog, hogy ha lesz egy gyrokopter, akkor átrepülünk minden szutyok terület felett, és nem fogjuk azt a készet is érezni, hogy mindenhol megálljunk, és mindenkit megöljünk, meg mindent kilútoljunk, szóval remélhetőleg ugye jobb helyzetben leszünk. És na hát majd, meg hát hogyha kell, akkor bármikor hazaugrunk, esetleg kirámolunk, aztán visszamegyünk, mert ugye nincsenek, a távolságok egy kicsit így lerövidülnek. Igaz, hogy nem megy, tehát valójában, hogyha egy gyrokopternek a végsebességét nézzük, tehát mondjuk itt versenyeznénk, egy gyrokopter meg egy motorral, akkor a motor győzne, de a gyrokopternek ugye megvan az az előnye, hogy annak azzal viszont lehet menni. Hú, ez nagyon kevés, ez csak nem tudom majd mennyi, de mindegy, itt csinálunk. Ez mennyi? Ez itt 48, tehát akkor mondjuk csinálok belőle. Nem tudom mennyit kell, de mondjuk egy 22-t azért rádobunk. Szóval megvan az előnye a gyrokopternek, hogy megy árkon, bokron, pontosabban felette, tehát hegyek felett. Hiába vizek vannak, tavak, nem kell kikerülni, nem kell hidakat keresni, hogy hol menjünk át. Szóval azzal úgy repülünk át mindenre, és valójában ez az, ami, meg hát egy kényelmes dolog, mert nem sebződik, megyünk a levegőbe, szóval valójában egy ilyen szempontból mondhatná azt is, hogy ilyen jó kis csetolvasós a gyrokopterezés, mert közben ugye csak megyünk, repülünk, aztán nem kell csinálni semmit, csak momentán, hát látjátok, nem írtok semmit a chatre, nem tudom olvasni, haha. Na nézzük, 1, 2, 3, akkor itt ez nekem még 15-öt kell csináljak. És akkor... mindig a matek tanárom mondta a gimnázium, hogy akkor és csak akkor kielégíti egyik az egyenlet egyik oldala a másikát, és persze amikor ezt így kijelentette ezt, hogy kielégíti az egyik oldala, akkor persze mindenki röhögött. Mik jutnak eszembe? Ez mit keres itt például? Azt nem tudom, valahogy itt maradt nálam egy konzerv. Keresem, hogy hol a kaja. A kaja nincs, de egy konzerv az volt nálam. Farming. Ezek is már a farmingos ruhák, bejönnek ide. Oké, autó, szemüveg. És ugye nem sok innivaló van nálam, ezért teszünk magunkhoz. Nem tudom, valamennyit. Abból még csak, hogy hagyján, az még volt nálam valamennyi, de ennivaló nem volt. Na, én betolok egy ilyen semcsódát. Mondjuk lehet, hogy neki kéne állni főzni is egy jót. Együk meg ezeket. Ezt ide be is rakom magamhoz.
Mert mielőtt főznénk, mert az nem érdekes a főzés. Víz. Az érdekes. Azt is mindig elfelejtjük. Hát vagy nem elfelejtettük, nem voltunk itthon. Na. Szóval kéne csinálni ruhát. Nézzük akkor. Nézzünk ruhaügyileg. Na várjunk, a ruhák nem is itt vannak, hanem megnézzük, hogy ebből mennyi van, mert ez egy sarkalatos kérdés. A ruhakészítés ügyileg. Most nem kell mondjuk mások, de hogy van ez, megnézzük már, hogy már általában ebből 6 darab kell egyhez. Tehát nekem kéne 2-t csinálni, az akkor 12, és akkor összesen 10-et kell csinálni. Fejszámolás. Volt régen egy ilyen, hogy pataki fejszámoló, az ismeri, nem, biztos nem ismeritek. Ebből is kiveszem ezeket, mert itt most akkor több mindent fogok gyártani. Viszont ehhez meg, hogy ilyet csináljak, ahhoz meg, hát ez a, ja, azt hiszem, hogy ez is kell, meg tűcérna, itt van, megvannak. Na, akkor csináljunk olyat, hogy ebből, ilyenből csinálunk 10-et. Annyi most elég lesz. Azt hiszem. Mondjuk, ezt hagyhatom is magamnál, úgyis kelleni fog egy csomó mindenhez, de na jó. Illetve hát mit csomó mindenhez? Hát girokoptert fogunk gyártani, nem csomó mindenezünk itt. Na viszont akkor azt is nézzük meg, hogy mi kell nekem, milyen ruhát akarok csinálni. Kell nekem a nomádból, azt hiszem, hogy nomádból a cipő. Mert ez a cipő, ez egy megnöveli a futás sebességet 20%-ra, vagyis hát olyan lesz, annyit tud majd, mint a mostani cipőm. Csak éppen, ez be is trekkelem, csak éppen, mert általában mindenhez ugyanazok a dolgok kellenek, csak nem tudtam már, hogy mik azok a dolgok. Szóval, tehát megnöveli, de ugyanez a mostani cipőmbe is, csak a mostani cipőm, ugye ez is megnöveli 20%-kal, hát én le is levetkőzöm, leveszem a kesztyű, meg a gátlásaimat is levetkőzöm, meg a... Na szóval 20%, csak éppen ez médiumos, a mostani az meg evi lesz. Na majd mi kell még? Kell egy kis bőr. Ez van bőven. Kell lenni fog, hát acél meg, hoppá, na. Ja, jó van, ó, de rendes gyerek vagyok, csináltam, indulás előtt csináltam egy csomó acélt. Na akkor van nekünk egy ilyenünk, hogy egy 6-os nomád cipő rendel, aztán viszont a következő. Nézzük már, hogy milyen kesztyűk vannak. Farmer, Miner, Nerd, Nomad, Raider. Raider nagyúr, nem, az Vader. Azt hiszem, hogy ez kell. Megnézzük. Azt mondja, megnöveli a melee weapon damage-et. Tehát ugyanazt fogja tudni, mint a ugyebár a mostani, ami rajtam van, csak ez és nézzük. Vagy csak az a különbség, hogy ez heavy, meg ez is heavy, és eleve 21 a armor ratingje, durván. Ezeknek, hát eleve kevesebb, de hát nem is, mennyire lehet ezeket eladni? 4, mondjuk ezeket majd eladom, mert tényleg nem kellenek ezek nekem. Jó, szóval én szerintem át is vetkőzök, vagy öltözök. Azt mondja, hogy 1, 2, 3. Ez nem fog kelleni ugyebár bele. Na most megnézzük, mert így ez ugye csak 17. Na most ez volt a kesztyűbe. A kesztyűbe bedobjuk akkor a tripla, dupla, egyes, és majd teszünk még bele valamit. Aztán a csizmából is kipakolunk. Ugye kell ez a csizma mód, mert ez jót tesz nekem, hogyha... Ó, azt is látjátok, hogy mennyi dolog hiányzik innen. Ebből. Na ennek is úgy van, hogy ez is csak 17, ez meg már level 21. Jó. De be is hajítjuk ezt a kettőt, ezt majd eladjuk. Aranyosak voltak, kiszolgáltak engem, de most már szerintem eladjuk. A ruhásba. Ezeket is szerintem eladjuk, mert ezekre akkor nem lesz szükségem egyáltalán. Ezek staminát ad nekem vissza.
Ez pedig zajt csökkent. Viszont az is megnézhetem egyébként, hogy egyébként miért tudok csinálni, mert hogy az egy másik kérdés, hogy tudok-e valami olyat csinálni, ami triplát tudok, duplát tudok, szimplát tudok. De pont a négyeset nem tudom. Na majd, ha tudok négyeset csinálni, akkor... Ez a fajta, ez... Igen, várjátok, ez a fajta, ez 0,05-öt. Egy ilyet lehet csinálni kéne. Mi kell ehhez még? Kell egy kis... Műanyag, úgyis lassan minden magamhoz veszek. Ez a staminát, mert ugye valójában az a helyzet, hogy ebből is kell, így kapásból szedek magamhoz többet, meg azt hiszem, hogy ez is volt még. Mert ugyanis, és az kézbe tudom, itt tartunk, de hogy tudom. És az a kérdés, hogy nem, az egyikbe van, egyikbe bele tudom tenni, a másikba teszünk még. Jó, a másikba is teszünk egy ilyet. Mert ugyanis hát a staminát, az a baj, hogy ezek a ruhák, ugye nekem a staminát, staminából levesz. Tehát, és nekem ez meg vissza fogja adni. Szóval emiatt lényeges, hogy egyik leveszi, de mi meg nagy huncatok vagyunk, mert visszaadjuk. Na nézzük, ebbe is akkor... Melyiknél is tartunk? Most ja, itt vagyok. Ebbe akkor én beledobok egy ilyet, hogy adja vissza a staminámat, meg akkor a cipőbe is. Hát ez mi? Dupla? Mi? Ennyi volt benne? Az őrület. Hát akkor csinálunk már... Jó, a dupla az biztos, az jó, de akkor egy triplát még azért szerintem csinálni fogunk mindjárt, mert ezt tudok csinálni, igaz? Hát itt van tripla paketmód, csináljuk már meg, meg is tudom csinálni, hogy ne. Ugye az a különbség, hogy elvileg, de most már megnézem, hogy én most jót gyártottam-e, mert ez 0,02-t, ez pedig... ez pedig aztán 0,05-öt. Igen, tehát ez az erősebb változat. Ez a patent kinézetű. Oké, na nézzük, ez meg is van, és akkor rakjuk is bele. Hova rakjuk bele? Ebbe van 3, 2, 1. Ugye úgy bele lehet tenni, hát ebből 3, 2. Így tudjuk, akkor ez itt egy 3, 2, meg az. Oké. Akkor itt nagyobb lett már ez a rész is alul. Na jól van, illetve még nem lett szerintem nagyobb, mert nem vettem fel. Na majd mindjárt most nézzük meg, hogy ezt felveszem. Hopp. Ezt is felveszem. Hopp. A kis csík. Már most majdnem csak az alsó csík van hátra. Nagyon jó. Na, felöltözködtünk. Hát erősebbek vagyunk. Nem néztem meg itt, mondjuk meg kellett volna nézni az armor ratingem, de most már 84. Azért az itt sokat jelent, hogy 84. Azért ezt higgyétek el, hogy az... Hát afelé már nem olyan nagyon sokkal lehet. Nem is tudom, hogy lehet-e. Vagy van-e, létezik-e olyan, amivel felé lehetne menni, de szerintem már nem nagyon, mert hogy mindenből heavy van rajtam, mind... Hát igen, és azokat nem lehet ugye modolni. A heavy-be már nem lehet beletenni ezeket a modokat, amik ezeket az armor ratingeket, mert az már eleve tartalmazza ezeket, mert ez is az armor ratingre rátesz kettőt. Csak éppen, hát azzal nem, tehát nem írunk már bele semmit. Szóval én szerintem már ez a max, amennyit el lehetett érni, úgyhogy szerintem ennyi. Na és akkor most jön, ami még nem volt. Nézzünk egy olyat, hogy gyro. Hát lehet, hogy probléma lesz vele, mert 187, akkor nem lesz. Illetve most csak azért van probléma, mert hogy nem szedtem magamhoz az összeset ebből. Na nézzük, mi hiányzik még. Elektronikus alkatrész, hát szinte gondoltam. Sőt, biztos vagyok benne, hogy... Ott van kint valaki. Hello! Hello! Vigyázzál, mert olyan cipőm van, hogyha arról van szó, felruglak. Na várjunk, és akkor ott tartottunk, hogy elvileg akkor van benne nála minden. Akkor csinálunk egy... És akkor a rend kedvéért megnézzük. Ez valószínűleg kelleni fog, itt tartottunk, csak aztán...
Sőt, jó, majd mindjárt a többi dolog is. Na mindegy, jó, nyomjuk akkor ezt a vázat. Akkor nézzük, hogy ebbe igen a lámpát beraktam. Ja, cső. Cső meg rugó. Cső meg rugó, az nagyon jó. Cső. Cső. Cső rugó. Ez nem tudom mennyi idő, várjunk, mert ez most 4 perc. Akkor lehet berakom ide. Akkor ezt meg bedobjuk ide. Oké. Készül. Következő. Annyira jól megérdemelt dolog, én szerintem, hogy csináljunk már egy macsétát is magunknak, nem? Egy hatosat. Oké, az megvan, és akkor nézzünk egy olyat, hogy macsi. Ahhoz viszont kéne még egy kis fa. Semmi más nem kell már. Fanyelű macsétát tudok csinálni, akit érdekel. Olcsó, nem drága. Olcsó, nem drága. Craft. Jó, macsikákat is. Az is útban van. Szerintem mit akartunk még? Akartunk még valamit gyártani? Most úgy nem jut eszembe semmi. Valamit elrontottam, ezt meg amoda tettem, de sem baj. Na de se baj, Tóbiás. Na, vissza az egész. Jó, ezek egy kis idő még. Modokat azt, várjunk, hogy állunk itt, mert ugye ezekbe, csak ezt benne kéne hagyjam szerintem. A motorral hogy állunk modba, mert szerintem abba is. Ja, abban nincs is nagyon. Hát kéne csináljunk akkor modokat. Mondjuk ez a... Oha. Az anyád minden itt. Rámegyek a saját motorodra, az mellé. Elraklak díszítésnek a házfalára. Az igen, hogy futnak. Rendőr jön-e? Vigyázzatok ám, mert olyan csizma meg kesztyű van rajtam. Azért elkevernek füleseket még én is. Hát elfogy, nem tudok úgy ütni azért még... Azért kemény csapat gyűlt össze. Kész. Kemény csapat, csak az a különbség, hogy azért megnézem, hogy mennyit csaptak le belőlem, és nem olyan nagyon sokat. Nem olyan nagyon sokat. Ugyebár, meg is nézem, de igen, mert hát ez most már ki van húzva teljesen, tehát ugye ezek 3-3, ez meg 5-5, tehát ennél már jobban nem tudok. Tehát itt már nincs több, úgyhogy ennyi. Oké. Okay. Ez ennyi lesz, viszont modok. Nézzük már meg, hogy... Mert viszont ez a mod, ami a motorban van, az jó dolog, csak... Le is megyünk ide a modokhoz, hogy miket mit tudok csinálni. Az a drónos. Drónt szerintem még nem tudok. Vagy igen? Meg kell nézni. Na itt van, ez viszont nagyon kell bele. Fuel saver mod, az nagyon kéne bele. Be is trekkelem már. Hát ez... akkor veszünk ki innen ebből 10-et. Az nem tudom, hogy hol van. Ebből 4-et. Ez itt van szerintem a járművesbe ez. Igen, 4. Igen, és akkor 5 darab acél mindenhez. Tehát... Nagyon jó dolog, hogy elmentünk és bányászkodtunk, mert rengeteg sok kell belőle, de viszont ez is kell. Ez 10, 1, jó, ez nem tudom mennyi idő, de fuel saver mod az nagyon kell. Aztán nézzünk még, mert ebbe viszont, mivel hát azért lennie kell benne üzemanyagnak, szóval szerintem ilyen tartalék üzemanyag tartályt is teszünk még bele a röpcsinkbe, hát szerintem ezt mindenféleképpen. És akkor itt kell még 5.
Még 5. Innen azt hiszem semmi, akkor kell egy kis... Hát minden ezzel van összeragasztva, de mindent. Ha nem tudnátok, mindent abból kell. Ha eszetekbe jutna egy autót gyártani, vagy egy biciklit, vagy egy repülőgépet, helikopterbe, tehát ne kezdjetek neki, ha nincs nálatok ragasztószalag. Az kell. Az egy tuti. Az egy tuti dolog, az kell. Jó, ez is kell. Ez viszont meg már itt van. Kelleni fog nekünk, hát valószínűleg azt hiszem, hogy három kerekű ez. Talán azt hiszem. Kell hozzá aksi. Én olyan izé vagyok, ilyen egyes aksit teszek vele, meg egy ilyet. Talán aztán nem kell itt más, de meglátjuk, hogy itt van ez. Ezt is mindjárt átmodoljuk. Hú, de jó lesz. A, tök mindegy, én szerintem, mert nem kell bele... Szóval régen ez számított, hogy most hanyas, meg minden, ez számítottak a dolgok. Ugye be volt számozva a kerék, a motornak is száma volt, meg mit tudom én, de itt gyakorlatilag ezeknél már nem számít, mert ez egybe berakja, kész. Régen ki lehetett szedni, lehetett csereberélni még a Alfa 16-ban, de már régen nem lehet csereberélni, úgyhogy nem számít, miért teszek bele. És akkor azt mondjuk, hogy hát ez meg is vagyunk. Hát jó. Kiró. Már mehet 4 perc 30. És közben meg akkor... Hát ebben annyi, hogy egy moddal többet bele lehet majd pakolni. És akkor még erősebb lesz. Hát nézzük, hogy melee damage 34,9, 37,3, tehát nem sokkal erősebb alapból. És nem tudok beletenni többet se. Hát nem baj. Akkor is megérte. Akkor is hatos lett belőle. Jó, ez meg megy a kukába. Jó. Nem sokkal lett erősebb, hát. Hát, na mindegy. Üs láda. Itt vannak üres ládáim, csak egyszerűen nem tudok már beléjük mit tenni. Hát igen, mert így, hogy megcsináltam ezt az 50 000 stacket, hát így aztán elférnek a dolgok. Jó, hát ezek a dolgok itt jók, és akkor, hát szerintem más, most úgy nem jut eszembe, hogy én mit akartam kertet, és leszettem, ruha megvolt, nagy jövő képemmel itt jöttem, hogy na majd itt megcsinálom ezeket, ugye, ez meg is van, már csak a helikopter 3 perc 40, üzemanyag kéne majd még, hogy jól fel tudjam tankolni, az nem biztos, hogy elég lesz. Kéne még amúgy ruhát csinálni, most nézem, tehát ebből csak 4-esen van, miner helmet. Meg ez. Lock damage. Mondjuk ezt meg lehetne még csinálni, e helyet, mert ebből van 6-osom, ez a stamina, de hát a bányászkodást jó lenne mondjuk, akkor lehet, hogy megcsináljuk, jó, mert az is még, ha már így most feljött szóba ez a dolog, de én szerintem azt csináljuk meg, mert kelleni fog majd, nem mindegy, hogy az ember tényleg mennyit szed belőle, nem találom megint, amit keresek, azt a vak. Itt van, de miért nem látom, nem értem. Itt vagyok ilyen vakvarjúcska, akkor megint kell még viszont 12, hát az jó, mert 16 van összesen. Csinálunk egy 12-t, hát ebből meg nem sok maradt, de legalább kevés. Nem nagyon kell már más ruha igazából, úgyhogy végig is teljesen mindegy, mert amúgy tényleg nem kell. És akkor viszont mi kell ahhoz még? Megnézzük már, hogy mi van itt még. Akkor, hogyha én azt mondom, hogy... Hát majdnem jó volt. Ha azt mondjuk, hogy kell egy miner kalap, akkor kell a vasak. Vas nincs nála. Ja, most már acél sincs. Kell egy kis bőr. Miért kell ez? Most ebből is kiveszünk 2-t. Jó, és más nem kell. Jó, mondjuk ezek gyorsan megvannak. 1.43.
látjuk, ezek nagyon gyorsan megvannak. Akkor kell egy kapka, meg a kesztyű helyett egy másik. És hát viszont a különbség az szemmel látható lesz. Nagyon remélem, mert tömegverekedést rendezek. Ezeket vissza is dobálom. Elvileg ezek nem kellnek már. Na nézzük, akkor mennyi a különbség a dolgok között. A kesztyű ez 5-ös az a block damage-re 25%, a 6-os az 50%. Azért az már úgy... Azért az különbség, meg a 4-es az, az harvest bónusz plusz 20%, ez meg plusz 30%. Hát szerintem az is sokat jelent. Jó, ezeket innen ki, azt nem is tudom, hogy miért került oda. Most gyártottam egyet, azt nem is tudtam, hogy van olyan. Jó, hát a lámpa az biztos kell bele. Ez valószínűleg egyébként nem fog kelleni bele, mert hogy így is, úgy is. Staminát, az bírni fogja. Hát igen, ebbe esetleg, hát nem tudom, ebbe a kesztyűbe mi a francot lehet tenni, hogy nagyobbat tudjak még ütni, hogy mondjuk tegyük fel egy vas az együtés legyen. Ez jó kérdés. Nem tudom, hogy tudok-e olyat beletenni. Jó, ezek a bányász cuccok. 3, 2, 1. Visszaszámlálás. Okay, ezeket beledobjuk. Ez a kettő, ezt tuti kell bele. Én nem tudom, hogy egy nagy lámpát tegyek-e bele. Én szerintem nincs olyan... Nem szokott olyan kemény éjszaka lenni manapság, hogy kelljen a lámpa. Igen, de bár lehet, hogy... Hát megnézzük majd, hogy mi változik. Na mindegy, töltsük fel. Jó, ez elvileg fel van. De a 100%, jó. Azt megnézhetjük esetleg, hogy egy dizájnilag ugye megjelennek azok, hogy beletettem a tartalék. Tartalék tartály, de az benne van, nem? Benne van a reservfuel, a fuel saver. Ugye ezek miben lehetnek itt? Én nekem úgy rémlett, mint hogyha ilyen kis... Mint az autónál, várjunk, hogy nézzük ezt a motort. Nem, a motorban nincs benne, de megnézem az autót. Az autó, lehet, hogy ezzel keverem. Itt vannak ezek az üzemanyag tartályok, ezek a marmonkannák. Ez ugye azt jelenti, azt mutatja, hogy benne van ez a... Tudnék tankoljunk. De hogy benne van ez a... plusz tartalék tartály, de itt mondjuk nem tudom mi az, ami dizájnilag mutatná, vagy azok ott alul, azok a kis zék, nem tudom mi az, ami mutatná. Viszont hogyha most például nézzünk lámpát, meg is nézzük ezt, hogy nekem nincs ilyen lámpám, de lehet, hogy megcsináljuk, hogy teszünk bele egy ilyen lámpát, lámpácskát, nem kell. Mert az viszont látszódnia kéne, hogy ott van. Itt van. Kell ehhez. Öt darab. Na, gyorsan megvan ez, de... Jó, hát majd lehet kipróbáljuk, hogy tényleg mi látszik ebből. Az van 4 darab. Ja, nem ez kell, hanem műanyagból kell 10. Ez megvan. Aztán 4 darab a... Ebből. Nézzük meg. Amikor át is akadtam volna az autó. Az autón azt hiszem van, nem? Mint hogyha úgy rém lenne, ugye megnézem már. Igen, az autóban van, mondjuk át is akadtam volna, de mindegy lesz ennek is most már. Mindegy lesz ebbe is, nem érdekes. Ruhámba viszont valamibe be tudom még tenni ezt a vackot. Hát ebbe ez mondjuk a zajt csökkenti. Hát és a cigaretta helyett bele lehetne tenni amúgy.
Mert hogy ez úgyse számít nekem, mert hogyha vásárolok, azzal fogok vásárolni. Ebben meg tudom tenni ezt. Ez ad nekem zajba mínusz 10%, ez meg ad még hozzá egy kis staminát. Jó, akkor lehet, hogy ezt inkább át is modoltam. Ruhamodba. Csak akkor így szerintem így lettünk így teljesen készen. Ezeket viszont a bányász ruhákat, azt az ott van. Az a baj, a bányász, mi van itt, a bányász csizma, az csak ilyen leszakadás ellen véd, és hogyha megnézzük a bányász csizma, néztem is, hogy meg kéne csinálni ezt a bányász csizmát, mert ugye van egy plusz olyan dolog, hogy ad egy plusz, hogyha full setet felveszi az ember bányászkodáskor, mert ez csak annyit, azt hiszem, annyit csinál, hogy igen, tehát hát lezuhanás damage-et, vagy nem tudom, tehát leszakadás damage-et, vagy gondolom beszakad a bánya, vagy én leesek, nem tudom, mindegy, szóval azt a damage-et csökkenti, de nekem az nem létkérdés, mert az nem. Viszont a full set az csak annyi, hogy visszaveszi a elhasználódását a bányász eszközöknek, tehát ennyit csinál, hát az se egy olyan nagy dolog, amit kapok érte, mert hogyha ilyen betakarítással kapcsolatos lenne, vagy valami olyasmi, akkor jó, de hát nem olyan. Ha megnézzük, hogy ez hova kerül, mert elvileg, ha azt hiszem felkerül oda a tetejére, ezt ugye megnézzük, hogy hova. Igen, ott van a tetején, meg is jelent. Ott van fent egy lámpa. Elvileg így mutatja, ugyebár, hogy külsőleg is, mint az autónál is, hogy mik vannak beletéve. Viszont hát nagyon nem tudom még, hogy mi a fenét lehetne egyébként beletenni ezekbe. Illetve hát van olyan dolog, amit bele lehetne tenni, például a Supercharger, mert annyira vadászom, de nem találtam sehol. Itt van ez nagyon... Hát ilyen ülés... Hát mondjuk ez eleve kétüléses, szóval szerintem nem. Ez a motorra lehetne rátenni, de ezt se tudom gyártani, tehát az ugye a motor az megint, és akkor ennyi, tehát nagyon nincs más. Nem tudok semmit csinálni. Na. Oké, ezek itt nem érdekesek. Ezt akarom már megnézni még, hogy itt most hogy is állok dolgokkal, mert itt közben jó autó meglett, ez már rég meglett, csapdák. Na ezek. Akkor tudok SMG autótúretet gyártani. Ó, na hát az majd igazából az akkor nagyon jó lesz már majd, hogyha már mert ez kell áram, tehát elektronikát meg kell tudni csinálni. Jó, ezek is mind nagyon jó. Tehát jó volt oda elmenni arra a vidékre. Na viszont ilyen még nincsen, tehát a drónt azt még nem tudok csinálni, de mondjuk remélem, hogy fogok találni majd. Jó, hát remélem, hogy fogok találni. Ezt a mocit is én szerintem felszedem. Mociba, hát, vagy az is olyan, hogy lehet, hogy érdemes lenne vinni magammal, hogyha azzal jövök haza, ott egy őz. Mellében. Fenékbe akartam lőni, és mellé. Viszont ennek még valami szint esetleg, mert ide bent azt néztem, hogy van-e itt valahol egy... Van-e itt valami szín valahol? Ha láttam volna, de nem biztos. Vagy kiveszem valamiből, amiben van. Mert azt is, én nem látok. Hol lehet? Hova tehettem a színeket, ha egyáltalán valamit tettem, de nincs. Akkor csináljuk azt, hogy valamiből kiveszem. Ezt úgyis alig látom meg, hogy ez hogy néz ki, mert annyira ez ilyen narancssárga. Megnézzük ezt a gyrokoptert úgy, hogy narancssárga legyen. Hát, mégse fehér.
Jól van, hogy állunk akkor időben, hogy éjszaka van. Megnézzük, hogy itt most, hát itt most már nagyon egyszerű dolgunk van, mert hogy itt kijelölünk egy részt magunknak, hogy itt voltunk egyszer a Trader Bobnál. Menjünk az időt nézzük meg, hogy 39, az ugye három alszató, következő nap, az viszont Trader készletváltás lesz. Na, akkor magunkhoz vesszük, megint csak ott tartunk, hogy magunkhoz vesszük a pénzünket, meg azokat azért nem viszem el, mert csak probléma, majd ezt eladjuk, hogyha el akarjuk, viszont akkor magunkhoz vesszük ezt a pénzt is. És most jelenleg, ja, itt maradtak a őzike maradványok nálam a francba. Nem ide, hol van a vegyi, mondjuk ebben. Vagy itt maradtak ezek. Ezt... hát ez ennyi helyet el fog nálam foglalni. Nézzük, hogy átveszem ezt a szemüveget. Pisztoly, és akkor így megnézzük, hogy ez most mennyi pénz. 152.496. Hát valójában nem is nagyon kéne már pénzt gyűjtsek, mert még itt is van 100... 12.000. Ma majdnem összesen lassan-lassan 300.000-em lesz így összesen. Szóval lehet, hogy már nem is nagyon kéne gyűjtsek már, mint hogy itt termesztem azért, mert ha találok szuper micsodákat, találok majd szolárcellákat, akkor szerintem meg fogjuk tudni venni így is, úgy is. Ez mit keres itt ez a lőszer? Még miket találok itt magamnál? Jézus! Akkor már mindjárt máshogy is állunk itt. Oké, az vissza. Hát mit, valamiket arrébb pakolunk, mondjuk a moci ide, kukorica ide, és akkor már mindjárt egyel több hely lett. Hát jaj, mik vannak itt a zsebemben, amiket veszek észre. Na jól van, akkor viszont tényleg kijelölhetnénk, mert és akkor elmehetnénk, mert következő nap viszont lehetne, de akkor már mi lenne, hogyha úgy csinálnánk, hogy el is mennénk. Jesszus, az jó messze van. Hát ne jesszus, az tényleg jó messze van. 1 kilométer. 8,7. Hát... akkor ideje elindulni. Mire kell odaérjünk. Az szép lesz. Üzemanyagot vigyek magammal? Hát annyira nem... elvileg van benne ugye fogyasztás csökkentő. Meg arról van szó, akkor ugye fogok tudni... arról van szó, akkor fogok tudni éppen autókat szétszedni, hogy legyen üzemanyagunk, úgyhogy... hát jó, akkor maradunk így. Akkor elmegyünk még vissza a tetszín helyére. 40. nap lesz, 42-re meg úgyis jönni kell majd vissza. Hát úgyhogy... ez a lámpa, ezt megpróbálom bekapcsolni. Hát ez igen, ez úgy néz ki, úgy működik ez a lámpa, hogyha közelről valamit világítok, mint ezt a fát, akkor... de ugye egyébként nem sok mindenre lesz, hát leszálláskor, de hát elég jó, igazából elég jó világos van, éjszaka is, úgyhogy annyira nem fog kelleni. Hát most így felfedezés, éjszaka mondjuk nem a legjobb felfedezni, indulni, de szerintem nem is érdekes annyira. Inkább az, hogy nyomom a gázt egy kicsit, azt megnézzük, hogy érünk oda. Hát itt ott látszódnak a hegyek előttünk, és hogy át fogunk tudni pirítani a hegyek felett. Nyomom a gázt, hát jó, hát fogy a üzemanyag, oké. Okay. Ezért belefogtál egy kis idővel, mire így is odaérünk. Ó, átjöttünk a kiégett erdős vidékre, ahol aztán meg olyan füst van, hogy
De a következő, az ugye azt hiszem a sivatag lesz, ott megint tiszta lesz az ég, ha minden igaz, és akkor hát itt mondjuk nem sokat lehet látni, de az utakat viszont lehet látni, még így éjszaka is, tehát lehetne nézni, az utak merre fele mennek, tehát lehetne felfedezni városokat is, csak mondjuk hát látni pontosan, hogy mi van alattunk, azt nem nagyon lehet. Tudom, ki csinálta, ez nagyon füstöl. Eszi az olajat szerintem. Lehet, hogy a raktapaszok miatt vannak. Hát egyébként jó. Hát nem tudom, elgondolkoztam én is, hogy mi lenne, hogyha beletennék ilyen járműmódot, hogy valami rendes helikopter legyen a játékban, de hát most kifejezetten lehet, hogy nem, direkt nem. Ugye egy év ezelőtt csináltam sorozatot, abban ugye benne voltak mindenféle autók, meg helikopterek, meg minden, de most meg ilyen direkt ilyen, megpróbáltam minél inkább az alapjátékot hagyni azért, hogy direkt, hogy ne könnyítsem már le magamnak, hát viszont ugye az a dolog, hogy ez a stackelési méret, meg az inventory méret, hát ez viszont szenvedés volt, szóval az úgy nagyon szenvedés volt, hogy nem tudtam elpakolni a dolgokat, és akkor mindig azzal szenvedtem, hogy jó, hát hova tegyem, szóval az már, az átlépett egy inger küszöböt, de azért így ezek a dolgok direkt nem akarom, és direkt úgy akartam csinálni, hogy nézem már ide néz, rám néz, hogyha az most nem akar barátkozni. Hát direkt úgy csináltam, hogy most direkt ütögetem is őket, szóval, hogy direkt nem akarom lekönnyíteni magamnak azzal, hogy most mindenkit lelövök, mert ugye az a legegyszerűbb oda menni, azt lelőni mindenkit. Vagy hát az se a legegyszerűbb, mert ott is célozni kell tudni, ugye a fejlővés az, ami mondjuk hatásos. Oh. Ja, jó, oké. Okay. Átjöttünk most a... Átjöttünk? Vagy most jött? Most? Igen, most már átjöttünk, igen. Ja, most már kitisztult minden. Szóval így azért már lehetne felfedezni is valójában. Sokkal jobban lehet látni, hogy mi hol van, vagy merre, vagy melyik út hova vezet. Itt is lehet látni. Megy egy út. Ja, ott van valami. Hát ami lehet akár trader is, de... Ja, ja. Na majd egyszer nappal. Na majd nappal, mert így ez... Viszont ott van előttünk, az nem tudom, az víz lenne. Vagy csak innen néz ki úgy. Ja nem víz, de hogy hát az a csík, ami ott van, az a havas. Az a havas terület. Hát igen, itt lenne érdemes mondjuk megnézni, csak kicsit mondjuk magasabbról, mert kicsit lejöttem alulra. És hogyha az ember megnyomja a térkép nézést, akkor van egy kis gond, mert olyankor nem tudok. Olyankor nem nyomom a gázt, és olyankor képes lezuhanni egy idő után. Hát így például ezt az épületet se ismerem fel itt alattam, hogy ez mi. Ja, nyomjuk is a gázt. Szóval így azért jobban meg lehet nézni, hogy most melyik város találtam már, meg hol van trader, csak mondjuk nem konkrétan este azért... Este azért már nem. Hát szerintem maradjunk így magasabban egy kicsit, mert hogyha magasabban megyek, akkor azért messzebbre el lehet látni, legalábbis itt. Hát átmegyünk majd a romosba, hát ott már ez nem érvényes, ez az alapigazság, mert ott is már sehogy nem lehet látni majd. És mekkora víz? Ezt valahogy, nem tudom, hogy a jó Isten segített, hogy elkerültem, hogy nem kellett kikerüljük autóval, de viszont nagy víz, nagy hosszú. Mondjuk nagyrészt úton mentem, és
Azért, de visszafele mondjuk nem az úton mentem, tehát visszafele... Ó, de jó, hát itt meg havazik. Mici mackó fázik. Hát jó, és ebből meg átmegyek a romosba, ott meg aztán meg még ennyit se fogok látni. Hát azért is jelöltem be, hogy legalább látom, hogy csökken a távolság, hogy merre is kell menni, mert különben egyébként nem lehetne látni. Hát itt ezeken a vidékeken olyan rossz a látótávolság, hogy nagyon. Viszont hát 0 óra 17, hát még szerintem nyitás előtt ott leszünk. Nyitás előtt ott leszünk, és viszont utána, meg hát az már főleg inkább a következő alkalommal lesz, hogy onnan viszont a levegőből ragyogóan fel lehet térképezni a várost, ott az egy iszonyat nagy város, és a városnál pedig fel lehet térképezni majd, hogy merre fele vannak utak, merre fele, az egész város, hogy merre fele van, és akkor el tudunk indulni, le tudunk menni tényleg dél felé úgy, hogy hát ahogy akartunk autóval, csak ugye autóval ott nagyon rosszul lehet haladni, szóval autóval hát utcák, utak, mindenféle tereptárgyak, meg minden. De így ezért könnyebb lesz. 1,9 km és 70% üzemanyag. Hát azért úgy jó, igaz, nagy távolság, szóval most kicsit bánom, hogy nem hoztam magammal a benzin, de mondjuk más részről majd szedünk szét autókat, ez majd lesz. Ha nem nyomnám ennyire a gázt, mert ez most shiftet nyomom, szóval ne, akkor nyilván nem fogyasztana ennyit, de nyilván így most. Viszont ha nem teszem be a fogyasztás csökkentőt, hát akkor már kizabált volna, akkor már lehet a nullán lennénk lent, szóval akkor brutál nagy a fogyasztása ezeknek. A fogyasztás csökkentővel azért így még hagyján. Hát az, hogy 67, ez lehet, hogy lemegy majd 50%-ra, hát ez érdekes lesz, akkor tényleg onnan hazajönni. Aha, viszont most már át is értünk. Át is értünk Zsóva földre, nagyon jó. Lehet nem is nyomom annyira a gáz, vagy nyom, és teljesen mindegy, mert úgyse sokat látok, de... Magasan vagy. Most egész sokat lehet még látni ahhoz képest, hogy máskor meg abszolút semmit. Most ahhoz képest még most egész sokat lehet látni. Ugye itt vannak ilyen nagy felhőkarcolók, amikből mondjuk nem sokat lehet látni, de... Hát keresnék majd olyat, ami könyvtár elképzelhető, hogy van, csak az nem is olyan magas, mint ezek, alacsonyabbak, és lehet, hogy itt van valahol, csak nem látom. Lehet, hogy itt vannak valahol ezek, csak hát így nappal azért talán egy fokkal néha jobban lehet látni. Hát csak 400 méter. Csak hát ugye én innen eljövök ide, oké, csak ugye én innen el akarnék menni délfelé, és hát délfelé, ha én most még tovább indulok, akkor már most nem nagyon van üzemanyagom, tehát hogy majd valamit szereznem kell, mint üzemanyagot, szóval az mindenféleképpen kell állni fel. Akkor most lejöttem ide, hopp, itt egy nagy farkas, akkor elegánsan elrepülünk felette, és majd megbarátkozunk vele egy kicsit így messzebbről. Jó, hát nem volt ez rossz egynek, szerintem most tök jó eljöttünk ide a végére. Hát ezt lehet, hogy úgy kezdjük, hogy ezt... Ugye? Csak itt jobb a loot, szóval azért lényegesen jobb. Hát itt elkezdjük a csinadat, tehát megint lesz. Ah, nem, jól van. Hát én pedig bele fogok lőni. Hadd jöjjön. Hadd jöjjenek itt, akkor reggelig még egy kicsit el lehet szórakozni. Maci is van itt a távolban. Meg egy fehér vitorla. Ja, az nem. Na, lőttem, most nem jön senki, vagy csak a belvárosban működik ez a dolog, ez a... Nem hiszem.
Meg lett nekem végül a... Azon gondolkozom, hogy nem lett meg. Mutáns zombiből egy hiányzik. Hát majd itt megtaláljuk. Most errefele néz a Maci. Maci kapott egy taslit az orrába. Na végre már most megtaláltuk. Hoppa, egy... És azt mondod, hogy ott a rendőr. És melléjütök. Show tovább folytatódik, mert csak felfedeztek. Na nézzem már, mit találtam az előbb, mert hogy jó, ezt elolvasom. Ja, hogy ezt a könyvet, hát... Reménykedtem, hogy nem ez a könyv lesz, de... De az lett. Chili. Igen, főzni azt mondjuk elfelejtettem otthon. Azt mondjuk lehetett volna még egy kis főzés. Hát addig, amíg még reggel van, addig még azért úgy elindulok. Hát ha... Hát ha valakivel még összefutunk itt, aztán majd visszajövünk. Az jó volt. Az öreg csendes gyilkos. Ja, itt meg jön a... Oh, lámpa. Elfejtettem lámpát kapcsolni. Csodálkozok, hogy nem látok. Azt hiszem, hogy... Egy ilyenbe egyszer jártunk. Nagy műsor van bent. Hát azzal nem végeznék reggelre. Vagy nem ez az? Lehet, hogy nem ez az. Ez csak hasonlít valamire. Nem ez volt az. Nem ez volt. Itt viszont a múltkor megnéztük a farkas. Szerintem innen már, itt már nincs itt. Azt hiszem, hogy nincs már itt. De ha igen, akkor... Nem, itt ezt megnéztük. Hát te már nem vagy rajta. Veled már végeztünk. Az igen. Az igen, felrobbantam. Itt volt egy akna. Hát... Hát igen. Azt is mondhatnám, hogy hát igen. Annyit nem vett le amúgy, de... Nem egy olyan könyvet olvastam, hogy nem fogok felrobbanni. Hát kapkodni kell a lábunkat, itt nem lehet... Nem lehet nagyon átsorogni. Igen, itt jártam már, ez határozottan úgy tűnik, hogy én itt már jártam. De vacak idő van, hát elnett éve, hát már mindegy, mert ott mutatja, hogy mennyire jöttem el. Mutatja, hogy mennyire jöttem el, de hát meg fel visszarepülünk, vagy teljesen mindegy, valahogy. Esik ilyen... Minek hívják ezt? Ilyen... Ilyen atomvillanások után szokott ilyen hamu esni. Ez micsoda? Ez... igen, akkor eszünk egy ilyet. Van nálam kaja bőven.
És most csak az a kérdés, hogy felrobbanunk-e vagy nem. Ötös auger. Meg egy maci. Ötös auger, meg egy maci. Gyert, beleköpjünk a maciba is, csak utálom, amikor megütik a lábamat közben. De rosszul látszik itt minden. Ki is jövök onnan. Gyere kijebb, maci! Ja, te vagy az utolsó. Te voltál az utolsó. És még azért megőtt. Te is menj már. Oldom elől. Hát nem látjátok, hogy medvével hadakozok? Ti nem látjátok? De mi maci, azt nyomott egy pofont. Nagyon jó. Na viszont akkor meglett nekem ez. Hát ezért is majd valamit fogadni nekem a trader, hogyha beszabadulok hozzá. És miért ütnek meg? Hát minek néznek ezek engem? Pontosan annak a... Gondoltam, hogy amúgy itt lesznek ezek ellen túl is. Gyere szépen! Az szép volt. Jó volt. Én ezt nem értem, de komolyan. Ezt így nem értem. És már jön is a izé. Érzéssel állító. Az igen. Nézd. Ez miért pusztult el? Ez miért pusztult el? Na, nézzük már ezt a vérzés dolgot, mert ez is nagyon érdekel, hogy ez most hogy van. Ez a vérzés 7 per 25. Sose lesz meg. Sose lesz meg. Mindent megteszek érte, hogy legyen, de nem. Tehát egyszerűen... Gyere, Blöki, hol vagy? Azt hittem, te is megkalapsz, mert én már most úgy vagyok vele, hogy már... Ám már mindegy, elengedtem a dolgot. A franc beléd. Adok esélyt, hogy... Szeretnék még vérezni egy kicsit, hogyha lehet. Az igen. Van egy rendőrünk, úgy tűnik. Hoppá. Nem. Az igen. Rám találtak. Ezek mire jöttek rám az előbb, vagy ezek a házból jöttek? Mondjuk lehet, hogy vinnem kéne haza egy kis... Lehet, vinnem kéne haza egy kis üzemanyagot. Azt... Itt elkezdődik, na itt elszakadtak a dolgok, szóval vinnem kéne haza üzemanyagot, és akkor innentől aztán nekiindul a lootolás. És akkor innentől vége. Hoppá, de várjunk ide. Hogy kéne ide bemenni? Ugye a föld alatt jön át ide szerintem. Valószínűleg igen. Abból a házból átjön ide a föld alatt.
akkor nem érdekel, nem megyek be. Ezt nem tudom, miért félnek? Miért fél, amikor amúgy is már lángol, de miért félek is tűztől? Nem szabad. Téged keresek, hova tűnt a pók? Hova tűnt a pók? Most akkor hova tűnt a kutya? Ja, itt van az is. A terepszínű kutya. Hát kotorászok az inventoriba, ez nem látja, hogy mit csinál? Közelről nem hoztam magammal mézet. Mert minek, nem? Tehát ide jövök a kiér, minek hozzak mézet, ugye? Ekkora hülyeség. És meg megvagyok. Csak kezdhetek fákat vágni. Hát ilyet nem hoztam mézet. Belerohantam úgy. Ott van még egy rend. Ki nem pusztult el? Aj, na jó van. Fel akart volna robbanni. Hát ez véletlen volt, hogy az a fegyverrel kezdtem előni, mert egy rendőrt nem akartam, hogy felrobbanjon. Még egy csúnya rendőrbácsink, hát itt mondjuk van sok. Mondjuk az tény, hogy bejöttem megint a csőbe. Ott tartott az egész, hogy elindultam erre, aztán akkor is jött a rendőr. Ilyet? Mindenki el? Megüt engem? Most ilyet játszunk? Igen. Bejövök ide, még azt is kockázatot vállalom, hogy felrobbanak. Eljövök onnan, és mire vissza, már ott vannak. Tehát úgy spawnolnak le, hogy... Hát, ügyes vagy, nem mondom. Kell egy lánc fűrész, van nálam. Nem tudlak onnan kiengedni, az a baj. Próbálnálak, de nem. Ez ilyen közelről mellé volt. Állítsd már meg a fejed egy helyre. Három mondjuk, arra gondoltam, bemegyünk, de hát már mindjárt 3:30, szerintem mindjárt vége. Merre is kéne menjek? És merre induljak? Merre induljak innen, hogy én odaérjek? Ha az úton akarok menni, akkor mondjuk dél felé erre. Hát én nem tudom, szedtem már szét autót, úgyhogy végül is. És már... Az előbb ettem. Ez mennyi kaját tört? 45-öt.
Az előbb ettem, amúgy. Üzemanyag, ezt is szedjem, szétszedem. Futi-futi vissza, mennyire vagyok? 180 méter. Megnézhetném valójában, hogy amúgy, hát ezzel nem, de mondjuk ezzel esetleg. Éppenséggel azt megnézhetem, mert itt vannak azért fák, hogy hát ha valamelyik ad egy mézet. Együttésre kiütöm a fákat. Ja, Maci, várjunk már. Maciba botlottunk. Meg itt ütöget. Hát, látszik, hogy elszoktam a lövöldözéstől, amióta itt mindenkit ütögetek. Maci, végül is megúszhatnád, de az a baj, hogy nem akarja megúszni, mert bár ő olyan kis piszén-pisze kölyök maszkó volt, ő még meg tényleg megúszhatta volna. Fa van, de hogy méz lesz-e, nem biztos. Ebből a sátorból is kijön valaki, hát gondoltam. Rendőrök, nem is Piti Péter, Piti Palkó ezek. Hát jó, már elromlott, mi lett ezzel? A pisztolyok elromlanak időnként. Ezt már mondtam a múltkor is. Hát van egy csomó lőszerem, és nem hajlandó. A franc, aki megeszi. Elromlanak a pisztolyok. Őrület. De amikor futás van, mert nem tudsz mit csinálni. Hát lehet, hogy itt errefele nincsen méz, de most adott egy. Akkor mégiscsak van. Akkor mégiscsak. Viszont ezt az autót akkor mennyi erővel, ha úgyis itt vagyok, akkor viszont... Na jó. Na hát itt vagyunk a Traderem is Traderemnél. Én ide a múltkor feljöttem, vagy csak akartam? Nem, ide feljöttem. Jó. Na hát új Trader, egy új Tradert szeretnék. Congratulations. I'll break out. Ja, igen, ezt kaptam most a... Hát, ezzel is most mit csináljak? Hát eladom, mert nem tudok vele mit csinálni. Nem tudok velük nagyon mit csinálni. Teljesen mindegy, melyiket választom. Ezt kaptam ugye a zombi megölés miatt, de a mutáns miatt, de tényleg nem tudok nagyon mit csinálni vele. Ötös aksit, hát ezt még lehet, hogy elviszem. A könyveket már olvastam, ezt is olvastam, ez egy miner kesztyű. Ha most csináltam olyan jót, hogy megőrülök. Egy egyes armor paket mód nem kell, ötös auger. Hát, jó. Hát jó, megúszta, nem adom el. Hát jó, megúszta. Ez mi? Sör.
sört bezzeg adott. Na nézzük ezt a szolárcel, mert azért jöttem ide, hogy szolárcel 1-3-3, hát nagyon szuper. Akkor még annyi, hogy és mi van, hogyha van nála esetleg bandás splint, az nem érdekel. Ha mondjuk antibébi tablettát vettem volna, ha lett volna. Könyveket még azért megnézem, hogy ugye kellene ez a charger, de hát azt nem látok. Mondjuk lefelgörgetek itt, hogy oda-vissza, mert hirtelen egyszer valamikor kettőt sikerült. Acidom is van rengeteg otthon, silencer se kell, nagyjából tudok már minden gyártani, úgyhogy nyilván nem érdekel. Ezeket is tudom. Hát úgyhogy végül is nem kell semmi. Úgyhogy végül is az a lényeg, hogy nem kell semmi. Innen viszont úgy csináljuk majd, hogy hát most már úgyis jön a nappal, keresztül megyünk a város felett, és el kellene, itt nem is találtunk, illetve itt volt egy tréder, de itt van alattunk egy másik város. Mondjuk elmehetünk e felé, a tréder felé. Ja, de nem, hát az már havas. Akkor nem oda megyünk. Tehát itt végig kéne menjünk, jó, végig kell menjünk itt a város felett. És akkor úgy megnézzük majd, hogy hát ha lesz ott valami. Jó, szerintem ezeket, ezt így vissza lehet itt cserélni. A kis gyrokopterünk, az ugyan nem tudom, hogy hova lett. Nagyon remélem, hogy nem adtam el, mert az nagyon rosszul esne, rosszul jön neki autó. Kéne egy narancsága valamit látni. Ja, itt van. Ó, ez a szín, ez engem meghűít. Azt a rohadt. Beletankoltam, ami van. Jó. Na, oké. Rendben van, és akkor... Hát szóval innen majd megyünk abba az irányba, majd legközelebb. Jó, köszi, hogy itt voltatok, és hát felfedezzük ezt a területet, aztán meg hát ugye kell az elektronika, ez a fő csapás irány, és hogyha megvan, akkor már utána tudnánk egy kicsit kreatívkodni, hogyha van áram, úgyhogy örök áram pontosabban, mert ugye a napelem az ugye nappal szedi az áramot, este meg akkumulátorról, amit tehát onnan gyakorlatilag megy az örök áram. És hát ez a fő csapás irány. Várlak majd benneteket, mindenkinek szép napot, sziasztok!